Sziasztok, ez itt a Bögre Porosz Puzzle 6. epizódja, és onnan folytatjuk, a legutóbb hagytuk. Bécs ostroma zajlik, Prága ostroma zajlik, és Pilsen ostroma zajlik. Ó, a Pilsenék jól jártak. Szóval, igen, a környék jól jártak, hogy Pilsent ostromolhatják, biztos majd jól kilútolják sörért. És amúgy pedig, utállak. Utállak, téged esemény, utállak. Szóval közben pedig pont a nobilitástól vesztettünk, vagy a nobilitást vesztett influencert, akit tudnánk kérni manpowert, de nem tudunk még 5 évig kérni manpowert. Akkor mindegy is. Tőletek viszont tudunk kérni pénzt. Oké, okay. Jó, semmi gond. A manpower a probléma. És az elég nagy probléma egyébként. De majd lesz valahogy, nem tudom. Elindult hazafelé Ausztria, ennek én nagyon örülök. Szabadítsa fel Bécset, azt menjünk haza. Nem úgy tűnik, hogy fel akarná szabadítani Bécset. Ugye az a trükk most, hogy csak azokat a területeket kérhetjük el, amire van claimünk. Ezért Hlohov, Dolny Luce és Lüneburg lesz. És ha kell, akkor kivárjuk azt az időszakot, hogy már ne legyen koalíció ellenünk, mert kellenek, tehát kellenek ezek a területek. Megvan Prága ostroma, az jó, viszont ez nem azt jelenti, hogy most akkor elkezdünk mindenfelé támadgatni. Mennyien vannak itt a... Semennyien, ez szintisztán a bohémiai sereg, amit itt láthatunk. Hát akkor, 3 professionalism, mission fulfilled. Milyen mission lett fulfillva? High income. Jó, kapunk érte construction. Kösz. És a másik... Mit akartam? Már is elfelejtettem. Lovely! Mindegy is. Ja igen, a professionalism, és abból veszünk manpowert, ha tudunk. Tudunk bizony? De hogy veszünk manpowert? Azt a rohadt. Ez most nagyon kellett. Most ez egy jó esemény volt. Kösz játék. Néha azért jó fej tud velünk lenni a játék. És igyekszünk kilútolni mindent is. Meg befoglalni minden területet. Minden helyen maradunk egy pluszot lútolni, jó? Egy plusz hónapfordulót. Jó, itt megvan a loot. Jöhetünk ide. És Ausztria igazán rátámadhatna ott Bécsre, mármint felszabadíthatná Bécset, mert nem... Jó, elvesztettük Bécs ostromát. Well done. Well done, Ausztria. Jár bizony. Addig jár a korsók útra. Ugye itt a... Lehet, hogy megkötenék a különbékét Lüneburggal egyébként. ...69, tehát még 3 évig húzhatjuk a háborút. 3 év alatt lecsökken, 2.4-jel csökken évent az aggressive expansionünk. Az 2.4×3, az 7. Ami azt jelenti, hogy... ezt nem fogjuk tudni elkérni, ezt a mindet. Mert ott lesz akkor Anhalt, Brunswick, Hamburg, Holstein, Lübeck... Igen, Lüneburg nem, de... ezek plusz Sachsen-Lauenburg. A többi eltűnik, de ezek ott maradnak. És még plusz 2 év kéne, hogy ők is elveszítsék ezt a lelkesedésüket, hogy engem darabokra szedjenek. Hát, egy tanácsadó talán segítene valamennyit. Improve relation guy. Ja, megpróbálhatjuk. És akkor te gyere haza, és ehelyett azok, akik mérgesek lesznek, azokkal elkezdjük javítani a kapcsolatot. Anhalt, Brunswick, Hamburgnál szerintem van esély, Holsteinnél is van esély. Mert hogyha pozitívan vannak, akkor nem fognak becsatlakozni a koalícióba. Ez Dismarschen, nekem nem Dismarschen kell, hanem Hamburg. Próbáljuk meg ezt az útvonalat. Na, csak lesz, nem lesz csata. Most ez a terv, ez a nagy terv Ausztria, hogy így folyamatosan kerülgetjük egymást. Hát jó. Megvan a loot, mehetünk tovább.
Most kíváncsi vagyok, mit csinál Bohémia. Lehet, hogy a Vorgóra megy rá. Lehet, hogy Berlinre. A Berlint adnám, a Vorgolt annyira nem. Ja, a Vorgóra ment rá. Hát, annyira amúgy nem para. Most ha elfoglalja, visszafoglaljuk, ez nem tart már sem eddig. Külön nagy problémákkal küzd, úgy látom, de hát ha megnyeri az ostromot. Nem, még nem. Elkezdte Berlint ostromolni viszont. A jó drága Bohémia. Lehet, hogy oda kéne mennünk, mert most ugye egyedül áll, az meg elindult arra. Menjünk csak, menjünk csak, menjünk csak. Ez még akár jól is elsülhet. Aha, menekül. És sajnos el is tud menekülni, úgyhogy akkor menjünk vissza ide. Gyerünk Köln, nehogy felad nekem Köln az ostromot, mert felruglak. Ezt most mondom. 42% meg lesz. Gyerünk. Ah, fel fog jönni az ostromot. Úgy, hogy fel fog jönni az ostromot? Biztos, hogy fel fog jönni az ostromot. Inkább oda küldök egy egységet. Better safe than sorry. Miben ügyeskedik Bohémia? Megy a német alföldre? Jó, have fun! Hát, ha legyőzik egymást ott a lázadókkal, az mondjuk vicces lenne. Na, 42% már harmadszorra, azért kicsit túlzás. Megvan a loot. Megvan Pilsen ostroma, ez az. Jó, hát nem adta át a paraszt. Vagy... Miért Ausztriának adta, te nagyon hülye? Köln! Eszednél vagy? Jézusom, Ausztriának adta. Akkor most legyen az, hogy kilútoljuk a francba az egész Bohémiát úgy, ahogy van. Amennyit tudunk, annyi pénzt viszünk haza kis talicskán. Mert hogy úgy látszik, hogy Brandenburg úgy döntött, hogy elfoglalja itt magát. És addig mi még lootolunk. Nekem aztán mindegy. Nekem jó így. Hogy állunk most? Ja, nem tudjuk megnézni, mert... jó. Whatev. Nincsen árnyék diplomatánk, pedig milyen jó lenne? Ez nekem tetszik, ez a lootolás. Mondjuk az... Holovat pont nem kéne. Inkább menjünk akkor Kebbe. Mert Holovat miénk lesz. És a saját területünket nem kéne lootolni. De mindegy. Danzig mindig a szövetségese, vagyis a vazallus a lengyeleknek, pedig az vicces lett volna, hogyha a Muszkovi ráveszi a békében a lengyeleket, hogy engedjék el Danzigot. Az nagyon vicces lett volna. De nem tette, és Königsbergre mindig szükségünk van. Erre az egy rohadt nyomorult kis területre, csak erre van szükségünk, de erre nagyon. És nem adja meg. Olyan izé vagy Bohémia. Nem Bohémia. Hát, Lengyelország, Danzig, nem is tudom, kit hibáztassak. I blame everyone! Ezt viszont meg tudjuk venni. És meg is vesszük. Mert hogy kapunk érte egy kis trade power-t. Nem is kicsit. Trade efficiency-t plusz 20%. És yearly corruption csökkentést is. Úgyhogy, ja. Elég fontos. Mennyi bevételünk van? Tök sok. Akkor tanácsadókat vegyünk már fel. National Tax Modifier. Meg... For Defense. Komolyan egy For Defense Guide küldesz? Jesus. Mondjuk lehet, hogy a lootolások miatt van sok bevételünk. Mennyi a lootolás? 2.27. Akkor nem. Akkor még azon túl is belefér. Land Force Unit Modifier. Hát az még jobb. Tösztenni jobbat is. Ó, meghalt a feleségünk. Hát ez szomorú. A franciák háborúznak Svájccal. Oké, okay, és itt meg... Bogom is, bogomolisták jelentek meg. Hát, az nem az én problémám, az a helyzet. Úgyhogy, jó, Ausztria viszont úgy nőtt, hogy de igen. Szétrugjuk őket. Ausztriának átadjuk majd valamelyik területet, ugye muszáj leszünk átadni. És neki van, nincs krémje semmire. Akkor átadjuk neki Budojavicét, mit tudom én, legyen Budojavice. Tehát akkor így fog kinézni a béke, nem tudom megmutatni. Te hazajöhetsz igazából, mert már te megtetted, amit meg kell. Így fog kinézni a béke. És jövőre meg is lehetne kötni.
Dude, neked aztán van sok pénzed, ezt is szeretnénk majd elkérni. Csak ahhoz meg kell lenni a Max War Score-nak. Jó, kivel kell még barátkoznunk? Aki para lesz. Mecklenburg, jó, valószínűleg ő nem, az nem fog megtörténni. Anhalt, igen, Anhalttal kell barátkozni még. Sachsen-Lauenburg. Jó. Sachsen-Lauenburg. Mi tudod, hogy legjobb barátok vagyunk? Nem mondtam még, ne? Tényleg annyira jó arc vagy. Én nagyon bírlak. Még itt továbbra is tart az ostrom. Oké. Okay. Vagy nem az ostrom, a lootolás. Viszont megjelent itt egy... Jönnek haza a lengyelek. A lengy... Csehek! Jönnek haza a csehek. Vagy legalábbis mennek Ausztriába megint, megostromolni Bécset. Nekem jó. Muszkovi rá fog támadni Litvániára. Oh, really? Muszkovi, úgy érzem, egyre több közöset érzek. Így az országaink között. Ez micsoda? Enforce peace from France? Mi? Micsoda? White, azt akarja Franciaország, hogy White Peace kössek a bohémokkal. Vagy különben csatlakoznak a háborúba. Nem. Viszont akkor megköt... Franciaország becsatlakozott a háborúba. Ez hihetetlen. Te most szórakozol velem? Te most szórakozol velem. Azt a rohadt. Még soha nem történt ilyen. Soha. És most kezded el a hülyeségedet csinálni. És persze, hogy már nem fogadják el ezt a békét. Egyszerűen fantasztikus. Jó, hát akkor elviszem Lüneburgot. Mert... Nem adom fel. Fuck you, Franciaország, ez most komoly? Még életemben nem láttam ezt a történést, hogy békét kényszerítsen. De nem baj, oké, megszerzük Lüneburgot, oké? És ezt már nem vehetik el tőlünk. Kész, Lüneburg a miénk, pá, csá. Tudom, ezzel Warscore-t veszítettünk. Egy keveset. De ez most így lesz. És akkor most nem tudom most mi lesz, most megpróbálják kivárni, hogy történjen valami csoda. Ferrara nem akar külön békét kötni? De akar, nagyon akar, és még pénzt is adna érte. Jó, akkor Ferrarával külön békét kötünk. Csá. És akkor marad Franciaország, akit le kell győznünk. Anyád. Ez a játék mindig képes meglepetéseket okozni. Ez hihetetlen. Itt jön a bohémiai sereg. És most komolyan be kell vennem a francia területeket? Hogy megköthessem a békét? Are you fucking kidding me? Várjatok. Ó, nem! Nem. Meg tudom kötni a békét, csak sok pénzt nem tudok elkérni. Ezt meg tudom csinálni. Hárman maradnának a koalícióban. Az jó. Jó, nekem ez így jó. Ausztria? Boldog vagy? Ausztriának kell terület. Jó, akkor én megkapok 44 aranyat. I'm fine. Jó, csá, ezt neked a Franciaország. Ha, kap be. Jézusom. Láttatok ezt a parasztot? Hát ilyen nincsen. Ez hihetetlen volt. Én mondom nektek, ez hihetetlen volt. Franciaország azt mondta, hogy kössünk békét, enforce peace. Amúgy azért volt, mert hogy nagyhatalmi cuccok. De én nem számítok nagyhatalomnak. Akkor, oké, abszolút nem értem mi ezt. Lehet, hogy az új patch kapcsán jött ez a dolog, hogy most már az AI hajlamosabb ezt benyomni. Ötletem sincs, de nagyon örülök, hogy vége. Na, ki akar vele ellenem koalíciót? Braunschweig. Vagy Brunswick. De szerintem nem lesz koalíció.
Mert mindenki szeret. Te is szeretsz Brunswick, csak még nem tudod. Minus 68, a vélemény. Hol van a vélemény? Mhm. Mr. nem boldog. Javáljátok vele. Ez az. Oké, okay. Bohémia nem boldog. Lübeck sem boldog. A többiek viszont fairly boldogak. Lübecket kicsit dolgozzuk meg. Jó, hát a lényeg, hogy sikerült majdnem mindent elérni ebben a háborúban, amit szerettünk volna. Egyrészt szereztünk, megszereztük a területeket, ami nagyon király. Ugyanakkor pénzt nem szereztünk. Tehát pénz az nincs. Annyi, amennyit szerettem volna. Most már gyakorlatilag pariba kerültünk a bohémokkal. Szerintem most 18 ezer sereget tud fenntartani, és mi is fent tudunk annyit tartani. Innentől kezdve... Ja, innentől kezdve egy az egyben tudunk ellene dolgozni. És klémet tudok rád rakni? Nem, mert nincs már meg a 20-as... Mi ez? A 20... Spy Network. De nem is baj, majd rakunk klémet kicsit később. Ó, 20, most már 20 ezeres serege van. Háú. De nekünk még ott van Keletfrizia. Keletfrizia, erről nem szabad elfeledkezni, oké? Okay? Sokan lebecsülték már őket, mi nem fogjuk ezt tenni. Mi tudjuk, hogy Keletfrizia hasznos szövetséges. Építsünk már valamit inkább, vagy tudja. Hülyeségre költjük a pénzt. Azt mondja, hogy van egy trade cucc. Ú, az bizony Bernébe megépítjük. Azonnal. Aztán lehet még taxation cucc. Hát... Nem. Meg army cucc. Ez adna egy kis manpower-t, viszont... De hogyha nincs olyan a technológiám, akkor miért engedett, hogy rákattint csak? God damn it. Ég egy ilyen parasztot. Manpower-ünk alacsonyan van, de most már dolgozunk, hogy visszaszerezzük. És... Militariban még mindig messze vagyunk. Ahhoz, hogy szintet léphessünk. Ami para. Jön már a cucc. Reneszánsz. Hát még azért annyira nem. Ami késik, nem múlik. Meg lesz az. Talán meg lesz a következő szintépés előtt. Á, nem tudom. Lehet nem lesz meg. Minden esetre most kicsit vissza kell fognunk magunkat. Mert hogy most elérni az agresszív expansionünk. Tehát itt erre is, meg erre is. Erre támadhatnánk. Bármikor támadhatnánk. Végül Moszkvai támadott? Aha, Moszkvai megtámadta végül Moszkvát. Jó. Moszkvát, Litvániát. Jó, össze-vissza beszélek, ezért ne vegyetek soha éjfél után. Szóval Moszkvai megtámadta Litvániát. És a lengyelek benne vannak? A lengyelek benne vannak. Megint. Ah, ugyanaz történik, mint az előző részben. Jesus! Jesus! Lengyelországot nem lehet megfenyegetni, hogy jön át területet? Mindjárt hazajöhet a diplomatánk Lübeckből, és akkor majd megbeszéljük vele, hogy lehet-e. De amúgy azt akarom nézni, hogy most már 2.5 az aggressive expansion csökkenés. A diplomata plusz egyet adott. Plusz 0.1-et adott. 50 admin pont egy kis inflációért adom. Ja, kösz. Kell admin pont. És lehet, hogy ide meg... Ide kéne egy tanácsadó, de most... Force limit modifier. Hát annyira nem nagy hülyeség. 1.6-tal növekedne tőle a force limitünk. Jó, gyere. De csak, az, csak a pontok miatt kereszt, ugye tudod. Oké. Okay. 60 évesek vagyunk és még nem haltunk meg. Jó ég. Annyira nem para, mert land leadership az jó, volitosan jó, yellow corruption jó. Szóval annyira nem bánom, csak így, csak mondom. Csak mondom. És hazajött a lübeki ember. Jó, ha lübeki ember hazajön, akkor tudunk felnézelődni. Azt mondja, hogy most Novgorod becsatlakozna, és Szászország is természetesen. És Ausztria lett a császár. Természetesen. Jó, hát tudom, nem én vagyok a legnépszerűbb, bár Szászország most megszeretett. Köln meg nagyon kevésre volt, hogy megszeressen. Oh. Nagyon kevés emberünk van, diplomatánk, ez tök rossz. Jó, hát ez mindegy. Akkor Kölnel kicsit barátkos, smúzoljunk. És akkor merre tudunk tovább haladni?
Hát amúgy eléggé bezárultak a lehetőségek, mert ugye... Itt... David... Ja, igen, az Ausztria visszavonta a subsidies-t. Az, várjál, az nem jó, mert akkor kevesebb lesz a bevételünk. Le is megyünk mínuszba. Na mindegy, kibírjuk. Úgyis nem sokára elkészülnek a magvasítások. Az utolsó is, és akkor az is kis bevételt fog jelenteni. Ezt majd megvesszük fénysebességgel. Noise. Ha kell, akkor kirúgunk tábornokokat. Vagy tanácsadókat. Szóval, esetleg teutonokat. A teutonok háborúban vannak a dánokkal. A magyarok nincsenek háborúban senkivel. A teutonok szövetségben vannak a magyarokkal. Jó. Akkor most sem fogjuk megtámadni a teutonokat. Ez már biztos. De szépen növekszünk. Tehát azt nem lehet elvitatni tőlünk. Annyira utálom, hogy a játék elején hihetetlenül lassan növekszik vissza a manpower. 156 emberrel naponta, vagy havonta. Az szörnyen lassú. Ahhoz, hogy 1500 emberhez 10 hónap kell. 2000 emberhez kell 1 év. Ez valami elképesztően szörnyű. Sose lesz meg a 18000 manpower, ezért jó, hogy most bevezették ezt a professionalizmot. Konkrétan ezt a professionalizmot semmi másra nem használom, csak és kizárólag erre. Hogy visszanyerjük vele a manpower-t. Na, hogy állunk most? Most már ezek rám szavazna... nem. Nem szavazna, nem. Még kell 11. Ausztria... Amúgy mennyi idős ez ez a László, akivel neked most így... Aki most a királyod? 35 éves, és nincsen utódja. Ha... Is that so? Nekünk ugye van házasságunk. Van bizony. Oké. Okay. Jó, csak kérdezem. Csak kérdezem. Bizánc még létezik? Te jó ég, Bizánc még létezik. Igaz, hogy Moreába kellett menekülni, de Bizánc még létezik. Ez van minek köszönhető? Nincsen szövetségese. De van békéje az oszmánokkal, akkor csak ennek. Hát, talán ez a legtöbb, ameddig láttuk eddig túlélni őket. Ja, igen, meg akarom nézni először a teutonokkal. Várjunk csak? Oké, oké, oké. A teutonokat nem támogatja senki. Ez jó. Ez nagyon jó. Akkor megyünk. Adsz hozzáférést? Adsz bizony. Akkor menjünk a teutonokhoz. Ah, nincs diplomatám. Nem baj. Most azért nincsen, most küldtem el. Whatever. Szóval megyünk, megszerezzük magunknak a teutonokat. Kis csicskásnak. Jó fog az még jönni. Se a Livónia, se Magyarország nem támogatja meg, nem támogatja őket. Ez tök jó. Na legalább ez az egy meg lesz. Nem mondhatjátok, hogy ennyi sincsen meg. És azért kérjük őket vazalusnak, mert nem tudnánk bemagvasítani szerintem. Szerintem nem tudnánk bemagvasítani. Na, viszont eltűnt a hadsereg, vagy nincs is. Van valahol 7000 embere. Lehet, hogy erre visszavonult. Igazából mindegy, ő elkezdheti Berlint ostromolni, úgyis én fogok hamarabb nyerni. Hol lehet? Hát ez furi. De nem is baj. Tartsa csak meg nyugodtan a seregét. Nem kell majd legalább visszaépíteni, amikor vazalizáljuk. Hát nem gondoltam volna, hogy ez ilyen szerencsém. Ez a szép való ebben a játékban, ugye eleinte rengeteg bal szerencsén jött minket, most meg szerencsésen alakul egy csomó dolog, tehát... Ez ilyen... Perfectly balanced. As everything should be. As all things should be, bocsánat. Pontosan, csak pontosan a klasszikust. És itt sosem lesz meg ez a technológia nekünk, még 2 év. Wow. Illetve tudnánk Leviket kérni. Meghalt a királyunk. És régenség van. Wido. Miért van régens? Ja, mert 13 éves az utódunk. 0-4-1. Ez amúgy mázli volt, basszus. Majdnem elvesztettük a lehetőséget arra, hogy támadjunk. Ugye most, mivel a feleségünk korábban meghalt, ezért most régensi tanács van, nem tudunk hadat üzenni, hogyha esetleg
illetve nem tudnánk, nem tudunk ezzel a régensi tanácshadat üzenni, amit még meg tudtunk tenni, ha a királynénk lenne az uralkodó. És, ja, most csak két évig, azt hiszem csak egy vagy két évig kell kibírni, talán két évig kell kibírni régensi tanácssal, ami nem annyira gond, elmegy egynek, nem is akarunk most támadni. De para lett volna egyébként. Azt mondja, hogy összehívhatnám a diétát, és cserébe adnának nekem leviket. Én ezt nagyon adom. Kösz. Közben már 49% van ez az ostrom. És ugye azt fogjuk kérni, hogy legyen a vazallusom. Ez szerencsére nem fog senkit zavarni. Magdeburgnak is addig le fogja kattogni az agresszív expansionje 50-ről. És 50 alá. Jó, ez jó lesz. Nagyon. Ha jól alakulnak a dolgok. Na most arra vagyok még kíváncsi, hogy Magyarország erős lesz-e ebben a... király. Persze adok neked lokróton, amit... Szóval Magyarország erős lesz ebben a végjátszásban, mert akár erős is lehet. Nézzétek meg. Van neki egy szövetségese, Ausztria. Van neki egy marcha, Moldávia. Simán lehet, hogy az oszmánokat meg fogja tudni állítani. És az oszmánok a másik oldalról pedig van itt egy olyan szövetségi rendszer, ami Karaman Akkuyunlu Great Horde. Itt pedig a mamelukok, akiknek nincsen különösebben jó szövetségesük. Lehet, hogy erre fognak majd tudni terjeszkedni az oszmánok. De amúgy, hát ha Magyarország felé nem. És lejövök erről a területről, mert azért azt nem akarnám, hogy teljesen kilútoljuk. Közben veled meg házasságot akarok kötni. Nem ez. Noise. Mondjuk ebből se lett királyné. Sok-sok pénzt veszítünk. Lehet, hogy ki kéne rúgni az egyik tanácsadónkat. Ja, az improvisationre már nincs szükség. Mehetsz. És nem sokára lehet reformunk. Sőt. 77. Jövőre lehet reformunk, az még szerintem belefér ebben a részben, nem? Szerintem belefér. Hát, hogy nem tudjuk elkérni, mert nem tudjuk magvasítani. De tudjuk vazalizálni, és utólag majd be tudjuk őket olvasztani. Sőt, még az is esetleg kicsit előre gondolkodva az is lehet, hogyha majd itt megvívjuk a nagy háborút a lengyelek ellen a porosz területekért, akkor nekik adunk át porosz területeket. A teutonoknak, hogy ők magvasítsák be, és aztán mi meg beintegráljuk őket. Ja, tudom, az erőd miatt, mi van kapcsolva az erőd. Foreign Quarterin Berlin Köln, Hessével tudnánk haverkodni. Jó, erre most amúgy szükségünk van, tehát mindenkivel jó viszonyt akarunk a HR-én belül. Senki nem szavazna rám. Ja igen, mert régens tanács van. Ezt abszolút megértem. Jogos. Na, lekattant szerintem, ami kellett. Már csak Mecklenburg maradt a koalícióban, de... Az nem is gond. Még adj pénzt. 10 aranyat, és akkor... Készen is vagyunk. Szereztünk egy új legjobb barátot, és csak 2400 emberünk bánta. Wow, ez micsoda, mission fulfilled. Ja, legyen két vazalusunk. Yes! Diplo annex cost, minusz 15%. Azt most nem... Ezt most köszönöm, nem fogom beaktiválni, hanem majd akkor, amikor ténylegesen szükségünk lesz rá. Tehát amikor ténylegesen akarunk beanektálni valakit, akkor fogjuk ezt aktiválni, mert ez ugye csak bizonyos időig érvényes. 25 évre. És szerintem 25 éven belül nem fogunk senkit beintegrálni. Hol lesznek lázadók? Sziléziában. Az Glogau. Oda arra rá tudunk készülni, és amúgy le akarok gyártani egy egységet is. 21-en van már a force limit. Noise. Na, küldjünk Bohémiára újabb klémet, mert amint véget ér a béke, szerintem újra támadni fogunk. Azt mondja, a béke 81-ig tart, és nincsen új szövetségese. Lorraine és Siena, nem Ferrara, ami ideális. És senki nem védi meg. Ő védi meg Baváriát, vagy Bajorországot. Jó, ez nice. Franciaország meg nem tudom miért pöcsösködött a múltkor. Remélem, hogy legközebb nem fog pöcsösködni. Nem is a nagyhatalmi mechanikát használta, amikor Truce-t kért. White Peace-t, hanem
hanem egy ilyet. Influence? Enforce peace, aha. Disposito Aquilea. I don't wanna know the hands of Joachim Asher Zygmunt, but worried minds fear that March of Brandenburg might be split among an overbalance of sons. Okay, ez tök király. Vagy kapunk egy Stability Cost Modify minus 10-et a játék végéig és egy Chance of New Air plusz 25%-ot, vagy egy stabilitást kapunk, 10 prestige-et és Ansbach megszeret Ausztria megutál. Kérem ezt. Főleg, hogy most minusz egy stabilitáson vagyunk. És úgy látom, hogy mostanában elég szűkmarkú a játék a stabilitással, meg az a Chance of New Air is jól fog jönni. Úgyhogy maradjon ez. És 5-3-0. Meg is van az új királyunk. Noise. És akkor most el kéne kezdeni ügyködni egy utódon. Csak nincsen feleség hozzá. Mondta utódom, hogy egy minuszon az jó, az egész jó. Na, köszönöm, most már nem kell a military access. Hanem Royal Marriage-et akarok kötni. Ha van valakivel ilyen köthető. Royal Marriage. Ez az, Maria Amelia. 2-1-6. Király. Király, na. Minden adott ahhoz, hogy meglegyen a kis trónörökös. Hajrá, hajrá. És még megvárjuk akkor ezt a reformot, aztán véget vetek ennek a résznek. Mi lesz, ami közül választani kell? Decentralizáció vagy decentralizáció? Az egyik Max Promoted Culture plusz 2, a másik Mozley Autonomy Change minusz 0.05. Hogy állunk a kultúrákkal, hogyha már ez így szóba került? Van egy pomerániai, amit tökre el kéne fogadnunk, sőt el is fogadom. Amúgy meg 0% sziléziai, meg 0% veszfáliai. Erre annyira nincs szükségünk szerintem erre a promotált kultúrákra, úgyhogy akkor legyen a másik a decentralizáció. És tudunk venni admint is. Yes! 2 évig élvezhetjük a Production Efficiency plusz 20-at. Hát az nem a legtöbb a világon, de mindegy. Itt pedig nagyon lassan terjed az institution. Borzasztó lassan. Potsdamban úgy terjedt, hogy 0.81-en havonta, tehát akkor így roughly 15-18 hónap, még másfél év még megjelenik. Együtt tudok azzal élni. És akkor ugye választjuk a decentralizációt. Nem, a centralizációt. Így mondhatom, hogy change, azaz gyorsabban kezdenek el majd fialni a területek, amiket megszerzünk. Ezt jelenti a gyakorlatban. És kérnék egy spy network. Ja, az jól fog jönni. Braunschweigre elvesztetik a klémet. Nooo. Nem akartam elveszteni a klémet. Akkor rakjunk rá egy másikat. Mit spy network, illetve Bohémiára is rakjunk klémet. Most 3-at is fogunk tudni rakni. Úgyhogy mindenképpen ezt meg fogjuk játszani. Jó van, hát akkor ennyi volt a mai rész. Köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatjuk a jövő héten. Jövő hét hétfőn, miközben Litvániát rekteli Muszkovi. Nem is tudom, mi itt a war goal. Csak simán Tambov. Jó, oké. Have fun. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Írjatok le kommentben a meglátásaitokat, véleményeteket, ahogy szoktátok. És találkozunk hétfőn. Sziasztok!